Hello, beló mindenkinek! Láttátok, hogy voltunk itt a Tibivel ugye Cegléden egy csilievő versenyen, ezen a bizonyos ilyen street food családi napon. Úgy gondoltuk, hogy ketté szedjük ezt a két részt, mert rendeztek itt egy csilievőt, amit már valószínű láttatok, és rendeztek itt egyébként egy hamburgerevő versenyt a Magyar Evő Szövetség jó voltából, szóval rendes, kijött konkrétan az Evőszövetség, itt van, és ők rendezik maguk körében. Engem is hívtak, hogy üljek be, meg egyek velük, de hát én most nem úgy készültem, mert gyakorlatilag én már végigettem itt mindent, szóval igazából már nem is tudnék enni. Ez fog most történni, még egy kicsit körbenézzünk, mert kinyitott most még egy-két olyan hely, ami eddig nem volt nyitva. Megkóstoljuk ott is, csipegetünk ezt meg azt, és akkor pedig megnézzük, hogy mit bírnak enni a Magyar Evőszövetségnél. Nagyjából ennyi. Tartsatok velünk! Nézzük meg, itt van valami mexikói téma. Ezt kíváncsi vagyok, mert ezt már kiszúrtam messziről, hogy itt van egy ilyen mexikói jellegű dolog. Megkérdezzük a lányokat, mi ez. Csókolom, mit lehet itt kapni? Egy ilyen simát kérnék, egy ilyen sima takót. Megkóstolok egy sima takót. Igazi mexikói, ugye? Mexikóból vagytok. Ez milyen krém ez? Vagy mi ez? Ó! Chili? Na jó, akkor elmegyünk, megkóstoljuk. Eredeti mexikói tacos! Gyere Tibi, ezt küld be! Takó. Nem, hallod, rohadt jó. Nincs túlfűszerezve, hanem ugye megmarad ez a ilyen naturális a bíz. Vagyunk a Beer & Burger standjánál, mint látjátok, és ők fogják összerakni ezeket a gigantikus burgereket. Ha nagyon az ősi nézők, azok visszaemlékeztetnek arra, hogy ezt a challenge-et, ezt én is megpróbáltam egyszer, írjátok meg kommentbe, hogy mikor és hol próbáltam rá erre a kommentbe. Aki ezt tényleg tudja, az azt mondom, hogy respect, ő már egy ősi néző. Amúgy ezek ilyen hatalmas nagy burgerek, ilyen jó fél kilós, vagy több mint fél kilós egy burger, ha jól tudom, és ilyen dupla húsos, tripla húsos. Mi ez a burger? Tényleg sima magyar... Ez magyar tarka. Magyar tarka, aha. Szecsuáni bors van benne igazából, azért jön egy kis citrusos illat rajta. Szerintem az egész kellemes. De ugye ezt a csirke combra szórtam az ázsiai ízvilág miatt inkább. Meg ugye a glész is olyan. Ebben van egy kis kókusztej, vagy kókusz... Szóját? Te az ázsiaiba szóját hoznád? Ebben van szója is, meg kókusztej is. Igazából meg van benne egy rettáj curry paste, és akkor az van fölfőzve. Meg egy pici ketchup, ugye meg barna cukor az állag miatt. Ez ilyen gyorsan meg van? Ez gyorsan meg lesz. Ezt ugye utána lepihen egy pár percet,
megyünk rá. Belül szép rózsaszín. Ú, baszki, de finomom. Ú, de omlós. Erre nem kell fűszer, amúgy utólag. Teljesen jó. És tényleg nagyon jó. Jó, rózsaszín. Nagyon szép. Nagyon szépen omlik. Kolbászol, lehet kolbász hozzá. Odalé, gyere. Azért. Megnéznek, hogy itt tényleg megvan az árnyalat. Bejön ez a marha nagyon. Ez jó lett, mi? Az esküzöm, hogy nagyon ízlik. Ez tényleg jó hús. És figyelj, ez egy olcsó szék. Magyar, mi? Magyar tarkából lehet ezt téket? Lehet, tudod. Szóval még a, maga a kat is nagyon olcsó. Szóval ez nem egy prémium, az az olcsó húsok. Ez nem az a nagyon hangzatos ez. Nem, ez nem egy ribáj, nem, nem egy árszín, nem egy bélszín. Ez egy megfizethető. Egy sima, még egy kicsit betolok egy kicsit. Én is aztán, hogy úgyis hagyjuk az emberek katkósra. Gratulálok a séfnek. Figyeltek, kiveszek egy shotgun shell-t. Jó, van shotgun shell, akkor azt is megkóstolom. Megkóstolom én is. Mindjárt napszúrás kap, figyeld. Bár nem van a gássiában. Mi lenne, ha inkább nem kóstolnád meg? Halott sajt, meg marhahús van benne? Igen. Mert tésztában van. Szerzett marhahús van benne. Forró nagyon. Még forró? Vagy neked nem? Neked nem. De. És felpúl. Mint egy lazanya. Amúgy a tészta... Azt a rohadt életben. Az a legjobb shotgun shell, amit ettem. Kicsit édes a lésztől. És nézd meg, hogy a... Hogy a füstöt megkapta. A smoke ring, igen, ott van rajta. Kegyetlen jó. Tényleg ott van. Nálam akkor is szék. Nálam most a shotgun shell az a... Szerinted lesz itt egy indokolatlan reklám? Hát persze, hogy lesz! Ha te is a legkomolyabb klíma és napelemrendszereket szeretnéd otthonodban, akkor csak is az iGreen nekem bevált! Sziasztok! Panádi Róbert itt van velem, aki... Ti vagytok egyébként ennek a szövetségnek? Igen, a Magyar Erőverseny Szövetségnek. A Magyar Erőverseny. Alapító tagjai. Mindig erőemelőt akarok mondani, vagy erő. De akkor evő, végül csak egy betűkülönbség hát van. Igen. Szóval. Igazából az a kérdésem, hogy most ez most mi? Tulajdonképpen. Eszünkbe jutott, hogy itt a környéken, Európában sincsen Európában szövetség. Angliában talán van még, ja. Ott csinálgatnak ilyen versenyeket, de hivatalosan csak Amerikában van igazából, onnan is jött ez a sportág. Igen. Aztán kitaláltuk, hogy miért ne lehetne itt. És most már vannak versenyzőitek. Igen. És én azért úgy látom, hogy elég komoly szinten megy már ez a dolog. Igen. Már vannak... tévében is van, meg minden. Persze, elég jó fogadja a média is ezt, hogy mi az, hogy ők is úgy vagy, mi az újdonság, és egy elég jó fogadják. Jó, mondjuk egyébként szeretünk enni azért egész ország, meg hát nézni is szeretjük. A magyarok. Én szeretnék. Nem szeretek enni, Tibi. Utálom a kaját. Utálom a kaját. Hogy lehet hozzátok csatlakozni? Hát van messzó a oldalon, weboldalon. Igen. Nem Facebookon, van egy hivatalos weboldal. Van egy hivatalos weboldal. Messzó oldalunk, és ott lehet jelentkezni, csatlakozni hozzánk. Szeretettel várunk mindenkit. Nagyon jó. Jó, akkor igazából, ha valaki szeretne csatlakozni a szövetséghez, akkor a weboldalon keresztül tud csatlakozni. A MESZ oldalán, Magyar Evőverseny Országa Szövetségét. Következőre lehet, én is már benevezek. Vágunk szeretettel. Hogyha a kamerát... Teljesen izzítva vannak, be vannak melegítve, vannak kapcsolva. 3, 2, 1, stop! Így kell ezt kezdeni, nem kell húzni az időt. Így van. Én is csúsztunk legalább 7 percet, mert 3-tal akartunk kezdeni, de már megint annyira szerettem a saját hangomat, hogy csak pofáztam össze-vissza. Na, akkor most jött el az a pillanat, hogy kb. 1 perce eszünk, szólok előre, hogy kövöves Csabinál ilyenkor már az egyik hamburger nem lesz meg. Mi a taktika? Mi a jó taktika egyébként? Mi a jó taktika? Nem tudom egyébként, ezt a Csabit kell majd megkérdezni, hogy jön az utolsó körbe, illetve ott ő Csabit kell megkérdezni, hogy mi a jó taktika. Sokan azt mondják, hogy valaki, én azt látom ideig, hogy voltak, akik szétfették, hogy külön a tésztát, illetve külön a pogácsát,
van, aki ugye még most a sávot. Ott például ott már kettészette a fiatalember. Illetve nagyon sokan csinálják azt, hogy kis malatokkal, de mindenki egy kis vízzel vagy bármilyen folyadékkal, hiszen akkor könnyebben lecsúszik. Egyébként az első fordulóban volt 3,5 kilométert kellett megenni, 1000 percen belül, és aki megnyerte azt az első fordulót, ő úgy tűnik egytelő tésztart, és kóla, illetve ez az valamilyen édesített, valamilyen elnyomja. Aha. Hát azt olyan nagyon, azért olyan nagyon sokan azt nem ették meg, vagy igen? Hát ő egyedül lette meg, ja. Azt nem ették meg, nagyon sokan, hogy ő hát. Megette, a többiek bizony nem ették meg. Azért 3,5 kiló. De vannak itt egyébként abból a fordulóban is teálltatára. Karcsi is ott volt, illetve Laci is ott volt, tehát őket nem lett között, hogy mennyire volt tudatális. Tehát nézzük, hogy ők hogyan állnak. Úgy látom, hogy nagyjából mondjuk, ha első megnézés, hogy ránézzük, akkor mondhatnak, hogy most még fordulásai, és egyébként Bokta Zoli ugrott meg be, ő már volt korábbi fordulón, ő már volt helyezett is, tehát nála is olyan már otthon csinál, ahol már nem esett meg. Na, Ádám, megvan. Tapsot Ádámnak! Az kemény amúgy. Itt volt egy chili evőverseny, meg ugye most van ez a hamburger evőverseny, és hát engem már csak ez vonz. Hát akkor úgy látom, hogy van kiszáll egy haladásunk, de ezzel nem történt semmi. Ez most meglepetés, mert most akkor vissza tudja előzni. Hát még ugye mondtam, hogy még Mi bármi lehet. És egyébként az összidőeredmény számít. Bírod még? Ha jól bírom, illetve lecsúszik, lecsúszik. Street Food Fesztiválnak nem erős pontok. Ez na, miért nem? Zoli, mi van? Nem áll. Ne, megállsz. Zoli is megáll. 3, 2, 1, induljon a banzáj, essen szét a házat. Gyerünk! Esküszöm, kezd megjönni a kedvem nekem is. Itt már taktikázás van. Itt már taktikázás van, és tényleg tök jól érzni, ugye sok versenyben, amit már nyáron végigjártunk, 6-7 verseny, mindenhol érdekes taktikákat látom, mindenkinek máshol a taktikája, és én nem tudnám megmondani, hogy meg az, amelyek a győztes taktika, mármint mi az, ami jó? Hát gondolom, ezt tudni elgyenek. Mindenkinek sajátja, nem? Ja, igen, gondolom azért, igen, azért az egyénfüggő is. Hogy, ugye mi nekünk is a sportban mindenkinek kialakul egy saját egyedi technika, egy egyedi stílus, és akkor szerintem ez ugyanígy van itt is. Gábornak az utolsó faladnál csúszik lefelé, figyeljünk az időméréssel. Oda rakja egy vizet, vagy valami? Figyeljünk, nem, mert a bor le fog ezt egy kis vízzel letorpítja, hogy üres legyen a szája. És van. Szép volt! Azt mondja, megeszed? Kiszálltál? Kiszálltok. Jani, most hazaviszed is. Összekeredtsünk össze, kérlek. Béla, kis falatta. Szép volt, fiúk! Teljesítmény nem volt kis teljesítmény, azt mondjuk, hogy nem veszítettem. Azért... Nézzétek meg a taktikáról beszéltünk, meg a technikáról. Van, aki mellé iszi, Csabi ráönti a vizet, nem fogja külön fölemelni a poharat. A srácok, hölgyem, illetve kamerás urak, készen vagytok-e? Srácok az asztalon készen vagytok-e? Kedves közönség, halljuk a végközepet szurkolni. Meg vagyunk srácok, akkor figyeljetek, 3, 2, 1, start! Elindult az óra, elindultak a srácok is. Na, ő tud enni, ja. Hát, szerintem most jött megint az, hogy mindenki Csabára nézve, hagyjuk a picsába, mert hát úgyis ő nyer. Szerintem igen, első ránézésre. És megint az van, tényleg, ezt már mondtam, hogy Csabi kb. Annyit fogja megenni a kettőt, míg az előző fordulóban a feledették a többi versenyzők. Szóhatával nyitottam volna neked rá, de mindegy is. Egyébként nézzétek meg Kareszt. Ő nem, ő sem a kezdte. Ráadásul annyira pervers, hogy Pepsivel tolja, pedig szerintem a Coca-Cola sokkal jobb, akkor akár hely volt. Légyszeres, vágjátok ki a videóból, csak azért mondom, hogy legyen mit kivágni. Ha gondoljátok, még egyszer megismételem, hogy követelsen vágni. Majd a végén majd beszélgetünk, hogy ki milyen videóprogrammal vág, premierrel vagy premierrel. Három és fél. Na! Az van, hogy Csabi már a második a felvédőt, de ezt itt szabadok, hogyha valaki nem látná, és még egy perc szívesen tartunk. Lehet, hogy ő lesz a legszebb, nem biztos, de nem lehet.
Én azt kell mondani, amit a legutóbb mondtam, ezt nem fogom hangosan kimondani, mert nagyon csúnya, hogy elnézt a picsába. Jól laktál amúgy? Nem, a Csabi biztos nem lakott jól, most jön majd azt, hogy szerencsé, hogy egy Szétfolt Fesztiválon vagyunk, tehát Csabi szépen van elindul onnan. Miért tek időt? 1.40 De 1.41 pontosabban, azért a többi játékos is nézzük, mert azért ott is vannak ám szép, lesznek jó idők ott. Lesznek jó idők, és egyébként Karesz szerintem simán beférek a második helyre. Igen. Mert hogy ugye 5 percen belül, hogyha megeszik körül lesz a második, és ugye mondom. Nagyon jó halad. Karesz egyébként őt is érdemes követő Facebookon, mert ilyen különböző közösségi médiákon. Nagyon jó halad. Mert csinál a halakkal, megeszi vagy nem? Karesz, ugye nem akarom zavarni, de egyébként a halak nagyon magyar. Közben Karesznak gratulálok, hiszen második, de mennyi az ideje, sok már meg. 5 perc, tehát lehet, hogy a második. Sőt, akkor viszont első, hiszen Csabi versenyen kívül indult. Tehát akkor még lehet, hogy a Karesz első. Csabi az nem is. És akkor ismerem a csávot, ránéz, kemény, és akkor folytatja. Azt a rohadt élet. Hát ő ezt szokta csinálni, hogy még egy kicsit folytatja. Na, ebben mennyit tegyünk meg? Mi ez a krémben? Na, mascarpone is tudsz. Az itt van benne, izé. Úgy gyerekek, ebben meg tudnék enni a raklapa. Hát voltam már olyan palacsintázóban egyébként, ami... Hát én nagyon sokat nem lehetett belőle enni, mert annyira édes volt, hogy egyszerűen már rosszul voltam a édességtől. Ez sokkal lájtosabb. Ez egy rohadt jó palacsinta volt. Kimentem, ami menthető. Arra ugye a villát még megeszed? A villát még megeszed? Ezt most kinyalom. Az mi? Hát még egy nektek igazából. Azt a köszönjük. Akkor ezt odaviszem, ott megeszed. Ez milyen? Ez kolléga is. Ennek milyen a belseje? Maxi King? Ez ugyanaz. De lenne még oreós. Ezt is megeszem. Megeszitek? Gyere, oda viszünk, megesszük közösen. Kiköszönést elfelejtettünk felvenni, szóval most ezekkel a képsorokkal köszönünk ki. Nyugodjatok meg, senkinek nem lett komoly problémája, a Chili Evő után rosszul lett egy fiatal ember, illetve kettő, de hát a másikat azt nem vettük föl. Igazából ezt is úgy nem is akartuk nagyon ezt belerakni, de hát most már mindegy, ezek a vidám képsorok lesznek a kiköszönés. Ezzel is azt szeretném sugallni, főleg a fiatalok felé, hogy azért ez nem játék, óvatosan a csilikkel is, meg a hatalmas evéssel is, mert nem biztos, hogy ez az egészséges út és ez a jó út. Az egyen, aki bírja, nagyjából ez az üzenet a dolognak. Nézzetek szét oda lent a leírásba a további linkekért és a többi különböző helyeken, ahol be tudtok követgélni, akár Instán is be lehet, csak mondom, nem haragszok meg, még a héten nem ettem meg senkit érte. Jövünk a következő videóval hamarosan. Sziasztok!